Nyári vizsgálatok, strandokat, fesztiválokat, fagyjárusokat ellenőriznek a NÉBIH és a megyei kormányhivatal szakemberei augusztus végéig. Felkészült hallgatók, januárban az áruhúvizsgázók 44%-a, míg júniusban már 67%-uk kapott diplomát az idei évben a Nyíregyházi Egyetemen. Utazás egyénileg. A nyaralás előtt hasznos az autónkat felkészíteni a hosszú útra, akár belföldre, akár külföldre indulunk. Strandokat, fesztiválokat, fagyjárusokat ellenőriznek a NÉBIH és a megyei kormányhivatal szakemberei augusztus végéig. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szinte bárhol felbukkanhatnak a revizorok, az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket keresik fel, például éttermeket, mozgóárusokat. Vizsgálják az általános és személyi higiéniát, az alapanyagok eredetét, szavatossági idejét, fagylalt esetében pedig azt, hogy megfelelően van-e hűtve és tárolva a nyári édesség. Legyen szíves a vanília fagylaltból 500 g-ot ebbe a tégelybe bereszedni. Fagylaltot ellenőriz a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztályának munkatársa. Prokop András azt is vizsgálta ennél a nyíregyházi kávéháznál, hogy a nyári édességet hogyan, milyen hőmérsékleten tárolják, valamint azt hol és miből készítették. Egy-két évente szoktak jönni, és mindig meglepetésszerűen jönnek, ilyenkor nem tudjuk előre, hogy kijönnek. Hál' Istennek nálunk mindig minden rendben van az ellenőrzések során, és fagylaltot szoktak vizsgálni, másfél éve is azt vizsgálták, és mindent rendben találtak, és most is abból volt mintavétel. A kávéháznál, mint minden ellenőrzésnél, jegyzőkönyvet vettek fel, és valamennyi szabályt, előírást átbeszéltek. Az itt fagyit kikérő vendégek meg voltak elégedve az édesség minőségével, állagával, azt itt is szabályosan -8 Celsius fok alatt tárolják, úgy kínálják. A nyári ellenőrzések során azonban nem csak a fagyisokat ellenőrzik, az idegenforgalmi szempontból frekventált helyek vannak célkeresztben, például éttermek, strandok is. Erről már a kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztályának vezetője szólt. Ezek nem plusz ellenőrzések, hanem ennek az a lényege, hogy az ellenőrzéseket, amit egyébként is folytatunk egész évben, ilyenkor vannak bizonyos célterületei, illetve kiemelt termékei. Mik ezek a célterületek? Természetesen ilyenkor a szezonálisan működő vagy idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon lévő kereskedelmi egységek, vendéglátóegységek, de ugyanúgy célterület például a fagylalt forgalmazás, fagylalt árusítás, de ugyanúgy például a grillezett termékeknek, a előkészített grillezett termékek, vagy a kirakodó vásárok, nagy tömegeket mozgató rendezvények, ezek a kiemelt célterületek. Augusztus végéig tart a nyári ellenőrzés, amely a karácsonyi, majd a húsvéti után az egyik legjelentősebb célzott vizsgálódás minden évben. Januárban az áruhúvizsgázó hallgatók 44%-a, míg júniusban már 67%-uk kapott diplomát az idei évben a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben elmondták, ez az arányszám talán azért haladhatja meg az országos átlagot, mert az itt dolgozó szakemberek több eredményes programot is végrehajtottak a hallgatók segítésére. Ebben a nyíregyházi nyelviskolában éppen német felsőfokú szintzárót tesznek a diákok. Ők már biztosan át tudják majd venni a diplomájukat, ha egyetemen vagy főiskolán sikeresen záróvizsgáznak, hiszen megfelelő nyelvtudással rendelkeznek majd. Az iskola vezetője elmondta, egyre jobbak a tapasztalataik az ideérkezőkkel. Vannak középiskolák, ahonnan nagyon felkészült hallgatók jönnek. A belső nyelvtanári felkészültség rendkívül jó. Ezen iskolákban az már nagyon jellemző, hogy 16 éves korban középfokú nyelvvizsgát tesznek, akár két nyelvből is a diákok, majd így nem mennek már a szokásos időpontban, hanem korábban mennek érettségizni nyelvből. De vannak olyan helyek, ahol ez nem sikerül persze, úgyhogy ez szintén nagyon vegyes képet mutat. A Nyíregyházi Egyetem diplomaosztó ünnepségén is kiderült, hogy az elmúlt évekhez képest idén arányaiban többen rendelkeztek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, így többen is kaphatták meg a diplomájukat. A június az nekünk mindig záróvizsga tekintetében ez egy kiemelt időszak. Június 15 és 17-én voltak a záróvizsgák, és puskáznom kell, 744 hallgató tehát záróvizsgát, és örömmel
dicsekedve jelentem, hogy ebből közel 500-an diplomát is kapott. Ugye mindig ez egy nagy kérdés, hogy a eredményes záróvizsgát tett hallgatóknak hány százaléka szerez diplomát. Most az országos átlagot jelentősen meghaladtuk, 67, egy kicsivel több mint 67% kapott diplomát. Néhány éven belül már a felsőoktatási továbbtanulás feltétele lesz a megfelelő szintű nyelvismeret. A szakemberek szerint érdemes előre gondolkodni, hiszen átlagosan heti 4 órás nyelvtanulással plusz heti 4-8 órás házi feladat készítéssel 2 év alatt teljesen kezdő szintről nagy esély van eljutni a középfokú nyelvvizsgáig. Kiemelt turisztikai területté minősítették Tokajt, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A borsodi település mellett még 3 terület kapta meg ezt a címet, Balaton, Budapest és Sopron. Jövőre komplex, egységes elvek mentén kialakított szálloda és turisztikai fejlesztések kezdődnek összehangolt stratégia alapján, amivel erősítik majd az ország vonzerejét, ezáltal az ágazati szereplők versenyképességét. Posta György, Tokaj polgármestere abban bízik, hogy a városban és környékén a régóta tervezett szálláshely bővítés a minősítésnek köszönhetően felgyorsul, illetve olyan minőségi szolgáltatások jelennek majd meg, amelyek elősegítik Tokaj fellendülését. Ez egy nagy esély, remélem, hogy a befektetők figyelme is most már Tokajtokra egyre fog irányulni, illetve hát mivel az áfacsökkenés valószínűleg forgalom növekedéssel fog járni, bízom benne, hogy egyre több turista is fogja felkeresni Tokaj-Tokaj hegyalját, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy új esély ahhoz, hogy ez a térség gazdaságilag, turisztikailag fejlendüljön. A nyaralás előtt hasznos az autónkat felkészíteni a hosszú útra, akár belföldre, akár külföldre indulunk. Szakemberek szerint elsősorban a primer biztonsági berendezéseket és a kényelmi felszereléseket kell megvizsgálni. Néhány hasznos tipp betartásával elkerülhetjük, hogy a nyaralásból rémálom legyen. Felfort ugye a hűtőfolyadék, gyakorlatilag utána kellett volna tölteni. Most a hengerfejtömítést kell cserélni. Nem csak kellemetlen, de nagyon költséges is lenne, ha ez a hiba éppen a horvát tengerparton derül neki. A szükséges izzókészlet, a láthatósági mellény és az elakadás jelző háromszög mellett nyaraláskor is jól jön az egészségügyi láda az autóban, ha egy kagyló felsérti a lábunkat. Érdemes azonban műszakilag is felkészíteni az indulás előtt a járműveket. Ebben az autószerelő műhelyben azt mondják, a nyaralási költség mellett nagyon kevés pénzt fordítanak az autók ellenőrzésére. Általában olyan jellegű problémák vannak, hogy elszakadt a vezérműszíj, azt, amit azért illenék előtte ellenőriztetni, aztán kevés volt a hűtőfolyadék, hengerfej tömítés kiégett, és ezek a költségek, ezek nagyon húzósak. Féket azt azért nem említem, mert azt ugye megcsináltatják általában ott, ahol éppenséggel rájuk jött ez a hiba, mert hát az igazság, hogy megállni meg kell. Na most ezt akkor kényszerből megcsinálják. A szakemberek szerint elsősorban a primer biztonsági berendezéseket és a kényelmi felszereléseket kell megvizsgálni. A klíma, szellőzés, ablak, tekerő, vagy éppen elektromos ablakoknál ezeknek az ellenőrzését. A klímának nyilván a tisztítását, fertőtlenítését, egy új utastérszűrőt beletenni, tehát ez mindenféleképpen szükséges lenne. A fékszerkezetet azt egyértelműen átvizsgálni, tehát a futóművet azt mindenféleképpen, az, hogy most valami összekötő, vagy valami ehhez hasonló tartóelem lazult, koport, gumiköpenyek, keréktárcsák, tehát ezeknek az ellenőrzése elkerülhetetlen mindenféleképpen. Emellett fontos ellenőrizni az olajszintet és az olaj minőségét, valamint az utazás előtt bekészíteni egy liternyi megfelelő minőségű tartalékot. A hűtőfolyadékot, a meleg, a fékfolyadékot és a fékek állapotát pedig a lejtős utak miatt ellenőrizzük. Fontos, hogy az évszaknak megfelelő abroncsokkal induljunk útnak. A légkondicionáló kényelmi szempontot szolgál, de a kánikulában nagy megkönnyebbüléssel jár, ha megfelelően hűt. Ezt mindenképpen tisztítassuk ki, nem csak a kellemetlen szagok, hanem az egészségünk megőrzése érdekében is. Az autó felkészítése mellett érdemes nekünk is felkészülnünk, például alternatív útvonallal, ha kerülnünk kellene valamilyen okból.
Magyarországnak nincs megfelelő agrárpolitikája, ez okozza a medgy idei alacsony árát, hangsúlyozta tájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus elmondta, az étkezési medgy felvásárlási ára jelenleg 70 és 90 forint között mozog, a gyümölcsipari ára viszont mindössze 40 forint. A PER szerint a megyei agrárkamarák vezetőinek, valamint a Földművelésügyi Minisztérium szakembereinek erősebb fellépése adhatna megoldást a termelők problémájára. Mindenki abba bízott, hogy egy elfogadható mennyár lesz, közben a szezonra nemhogy elfogadható mennyár, még sok helyen nem is veszik a medgyet, bezártak felvásárló telepek. Volt olyan hely, ahol megvették a medgyet, majd visszajött a megy minőségre hivatkozva, rossz minőségre hivatkozva, és az a probléma, hogy az agrárkamara, aki kötelező tagdíjat szed be az őstermelőktől és a mezőgazdasági vállalkozóktól, semmit nem tesz évek óta, nem megy elé, nem egyeztet. Egy 60 éves nő vert össze és rabolt ki egy férfit Nyíregyházán. A nő bement a férfi házába, akit egy bottal bántalmazni kezdett, majd nadrágja zsebéből készpénzt vett el és távozott a helyszínről. A súlyos sérüléseket szenvedett sértett a történtekről csak másnap tett bejelentést a rendőrségre. A nyíregyházi nyomozók a feltételezett tettest néhány órán belül lakásában elfogták, a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A nőt végül őrizetbe vették. Baleset történt tegnap délután az M3-as autópálya felüljáróján. Egy kishaszon jármű utánfutója elszabadult a felüljáró tetején, és egy szemből szabályosan érkező autóba csapódott. A vétlen járműből egy embert vittek kórházba, az anyagi kár jelentős. Ne tartózkodjunk délelőtt 11 és délután 3 óra között a napon, viseljünk megfelelő napszemüveget és széles karimájú kalapot. Hamarosan bőrgyógyásztól kapnak hasznos tanácsokat a nyári időszakra, előtte nézzük a híradó további témáit. Aranykezű tamarinok érkeztek a nyíregyházi állatparkba. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolók az elmúlt tanévben az országos diákolimpiai döntőkben. A különböző sportágak versenyein a selejtezőktől a finálékkal bezárólag közel 12 ezeren vettek részt. Ne tartózkodjunk délelőtt 11 és délután 3 óra között a napon, viseljünk megfelelő napszemüveget és széles karimájú kalapot. Ha nem használunk fényvédő krémet, leég a bőrünk, az UV-sugárzás pedig bőrrákot okozhat. Ezeket a figyelmeztetéseket már mindenki hallotta, ám a bőrgyógyász szakorvos szerint sohasem elég rá felhívni a figyelmet. A legújabb kutatásoknak köszönhetően egyre többet tudunk arról, hogy mi a legbiztonságosabb a bőr számára nyáron. A sugárzás kora reggel és késő délután is veszélyes lehet, és nem csak strandolás közben érik a bőrt a napkáros hatásai. A fényvédő krémekre ugyanaz igaz, mint a falfestésre, használjunk két réteget, ám nem mindegy milyen fajtát. Egyénileg fontos meghatározni, hogy melyik országba ér minket a nap, vagy milyen bőrtípussal rendelkezünk. Nagy a választék, sőt most már olyanok is megjelentek, olyan fényvédők, amelyek titándioxidmentesek, ami egy nehéz fémsó és elég mérgező fényvédő hatóanyag, nagyon erős hatóanyag, de mérgező. És akkor az a lényeg, hogy keressük azokat a hatóanyagokat, amelyek hipoallergének, amelyeknek széles a spektrumuk, minél több hullámhosszra védenek, illetve a vívőanyag is számít, hogy a bőrtípusomnak megfelelő legyen, aztán vannak olyanok, hogy például frissebbre, most hívott fel egy anyuka, hogy a vasaló ráesett a kislány combjára, most már olyan fényvédő van, ami egyben hámosít és hekkelképzést megakadályoz. Tehát nagyon érdekes ez a piac, érdemes a szakember véleményét egyénileg kikérni. Az erős napfény hatására a meglévő anyajegyek mellé újabbak alakulhatnak ki, amelyek akár rossz indulatú elváltozások is lehetnek. A problémától függően vannak teendők, ha mondjuk valakinek diszplasztikus anyajegyei vannak már atipusosak, attól még nem lehet annyira megnyugodni, hogy megnézettem az anyajegyeimet, és megyek
bárhova, mert ez egy folyamat. Tehát, hogyha van nekem rizikom, dohányzok, sokat jártam szoliba, fehérbőrű vagyok, családi előfordulást mutat esetleg a daganat, bármilyen más daganat is közre játszódhat, akkor viszont óvatosnak kell lenni. Nem azt jelenti, hogy most minden rendben van az anyajegyeimmel, és akkor megyek mindenhova, mert a folyamat az mindig is előre haladhat, hogyha én erre hajlamos vagyok. Magyarországon 10 év alatt másfélszeresére nőtt az évente diagnosztizált melanómás, illetve egyéb rossz indulatú bőrrákos megbetegedések száma. A melanóma a bőrrák legagresszívabb és legveszélyesebb formája. Erre utalhat, ha megváltozik egy anyajegy színe, pigmentációja, felszíne vagy alakja, esetleg terjedni, növekedni kezd a bőr felszínen. Fontos, hogy amennyiben ilyennel találkozunk, azonnal forduljunk orvoshoz. Aranykező tamarinok érkeztek a Nyíregyházi állatparkba. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. Az állatok testét hosszú fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjaikat, amelyek narancsvöröses színűek, emellett arcuk sötét, szörtelen és kissé elálló fülük van. Angliából és Magyarországról származik az immár a Nyíregyházi állatparkban élő aranykező tamarin tenyész pár. Az új lakók a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstóra. Bár az aranykező tamarinok a 33 karmos majomfaj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A majmokat a park különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség. Ez a mindösszesen 50 dekagrammos állat nagyon furcsa külsejű, hiszen egyrészt elállóak a fülei, másrészt pedig az egész testét fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjait, amely vöröses arany színezetű. Erre utal a latin neve is, Saigus Midas, ugyanis Midas király, amihez hozzáért a legenda szerint, aranyjá változott minden, és ennek az állatnak is olyan, mintha egy vörös aranyszínű kesztyűt viselne. Az aprócska aranykező tamarinok eredeti élőhelyükön Dél-Amerikában, az esőerdők felső lombkoron a szintjének legvékonyabb ágaira is kimerészkednek, ahová a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket. Ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madárcsicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtársaikkal. Tizenkét arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolók az elmúlt tanévben az országos diákolimpiai döntőkben. A különböző sportágak versenyein a selejtezőktől a finálékkal bezárólag közel 12 ezeren vettek részt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok hagyományosan jól szerepelnek a diákolimpiai versenyeken. A legutóbbi tanévben 9800-an indultak el a sorozat valamilyen szintű állomásán. Az eredményekre ezúttal sem lehetett panasz, az országos döntőkben egyéni sportágakban 7 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet, a csapatsportágakban pedig 8 aranyat, 7 ezüstöt és 10 bronzot szereztek a megye képviselői. A tavalyi évhez hasonlóan megint egy nagyon eredményes tanév van mögöttünk a diáksport területén, és büszkék vagyunk a megyei sportolóinkra, mert mind az országos döntőkben, mind az országos elődöntőkben és a megyei döntőkben is olyan teljesítményt nyújtottak, amelyel azt hiszem, hogy felhívták magukra nem csak a megye, hanem az ország sportéletének is a figyelmét. Rengeteg érmet szereztünk, és én külön kiemelném egyébként itt az éremszerzők között például a Vásáros Nemény és Ibrányi úszókat, akik az országos döntőről egy éremesővel jöttek haza. Ennek tükrében, vagy ezzel együtt ebben a tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztünk az országos döntőkön és a megyei döntőkön, meg az országos elődöntőkön természetesen még több érem átadására került sort, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a létesítményhelyzet javulásával még eredményesebbek lehetnek a diáksportolók. Emellett ők is mindent megtesznek a feltételek javítási érdekében. Az intézmények, önkormányzatok eddig is nagyon pozitívan álltak a diáksport tevékenységhez. A helyszíneket biztosították számunkra legtöbbször természetesen térítésmentesen, amely egy nagyon nagy segítség a Megyei Diáksport Egyesületnek. Ez biztos, hogy így lesz a jövőben, és együttműködéseket tervezünk a későbbiekben megkötni Nyíregyháza megyei jogú várossal is, aki eddig is támogatott bennünket, a járási központvárosokkal is szeretnénk, és természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a megyei önkormányzattal egy nagyon
venni elő is. És nagyon hatékony együttműködésünk van, és a Kölcsei Televízióval is megkötésre került ebbe az évbe egy együttműködési megállapodás, egy három oldalú, amelyben a Magyar Diáksport Szövetség, a Kölcsei Televízió és a Megyei Diáksport Egyesület a három aláíró fél, és ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni és előrelépni a diáksport életben itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Baracsi Endre elmondta, hogy a következő tanévben is szeretnének több sportágban országos elődöntőt rendezni, úszásban pedig pályáznak az országos döntőre. Továbbra sem tettek le egy összevont labdajáték országos finálé megrendezéséről, amelyen a legjobb labdarúgó, kosárlabda, röplabda és kézilabda csapatokat láthatnak vendégül. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Strandokat, fesztiválokat, fagyiárusokat ellenőriznek a NÉBIH és a megyei kormányhivatal szakemberei augusztus végéig. Szinte bárhol felbukkanhatnak a revizorok, az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket keresik fel, például éttermeket, mozgóárusokat. Vizsgálják az alapanyagok eredetét, szavatossági idejét, fagylalt esetében pedig azt, hogy megfelelően van-e hűtve és tárolva a nyári édesség. Januárban a záróvizsgázó hallgatók 44%-a, míg júniusban már 67%-uk kapott diplomát az idei évben a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben elmondták, ez az arányszám talán azért haladhatja meg az országos átlagot, mert az itt dolgozó szakemberek több eredményes programot is végrehajtottak a hallgatók segítésére. A nyaralás előtt hasznos az autónkat felkészíteni a hosszú útra, akár belföldre, akár külföldre indulunk. Szakemberek szerint elsősorban a primer biztonsági berendezéseket és a kényelmi felszereléseket kell megvizsgálni. Néhány hasznos tipp betartásával elkerülhetjük, hogy a nyaralásból rémálom legyen. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 6-án, szerdán. Legközelebb csütörtök este várjuk majd Önöket friss hírekkel, addig is látogassák honlapunkat, ahol minden mai és korábbi hírt megtalálnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Egy hideg front mögött csütörtök estig egyre szárazabb, átmenetileg hűvösebb levegő érkezik. Éjjel eleinte változóan majd gyengén felhős idő várható, helyenként előfordulhat zápor eső, egy-egy zivatar. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarban átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 8 és 12 fok között alakul, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban túlnyomóan napos időre van kilátás, időnként erősebben megnövekvő gomoly felhőzettel. Péntek estétől, illetve szombaton helyenként előfordul zápor-zivatar, vasárnap nem valószínű csapadék. A jövő hét első napjaiban is csak kevés helyen valószínű záporeső zivatar. Enyhébbek lesznek az éjszakák, a maximum hőmérséklet egyre magasabban, a jövő hét elején már országszerte 30 fok felett alakul.